Bartók Béla a Kék szakállú herceg Vára című egyfelvonásos operája nem ismeretlen a kolozsvári közönség számára, hiszen az elmúlt 50-60 esztendő alatt sokszor és sokféle rendezésben, felfogásban is, szereposztásban mutatták be a Szamosparti nyári színkörben. Azt azonban kevesebben tudják, hogy ezt a kivételesen tömör és mély drámaiságú remekművet 1911-es megírása után 7 évvel, 1918. májusában mutatták be a Budapesti Operaházban, köszönhetően az akkori intendánsnak, aki nem volt más, mint a boncidai gróf Bánffy Miklós. És mivel 2014-et születésének a 140. évfordulójának nyilvánították, ebből az alkalomból Bánffy Miklós emlékévként ünnepeljük, és a záró mozzanatnak szánt kolozsvári Bánffy Miklós napok keretében a Kolozsvári Magyar Operában hazai és magyarországi szakemberek bevonásával rekonstruálták a Kék szakállú ősbemutatójának a díszletét és jelmezeit. Az így újraélesztett produkciót ma este mutatják be először. A következő percekben bepillanthatnak a jelmezek elkészítésének a kulisszatitkaiba. A Bánffy emlékévnek az egyik koronája ez a rekonstrukció. Nagyon régi álmom volt, kezdtük kislépésekkel egyes jelmezeknek a rekonstruálására, de azt, hogy egy rendezés során a színpadra kerül, erről álmodni sem mertem volna. Akkor kezdett komolyabban körvonalazódni, amikor a Kolozsvári Magyar Főkonzulátusnak az egyik főpartnere az opera, Kolozsvári Magyar Opera lett, és ők első pillanattól úgy álltak hozzá, hogy felvállalják ezt a rekonstrukciót, gyakorlatilag önálló kezdeményezésként, és akkor már így megcsillant a remény arra, hogy lesz egy ilyen rekonstrukció. Természetesen akkor még nem tudtuk a rendezőt, nem tudtuk az időpontot, és ezzel kezdődött, illetve azzal, hogy a korábbi vándorkiállításba elkészült a Judit jelmez, és gondolom, hogy hát mindazokat, akiket Bánffy érdekelte, és mindakik a kék szakállal foglalkoztak, megnézték, és hát elég érdekesnek találták ezt a megvalósítást. Az alap kis vázlatucska, amiből elkészült a sablon. Ez volt a sablon, ami szegény végigbírta szinte az egész munkafolyamatot, de ez csak egy alap kiinduló, csak éppen, hogy legyen egy vázlat az alapon. És ebből készült el a legelső változat, ami egyetlen egy rétegben, de valójában ezek csak a múzeumi példányhoz készültek, tehát ez egy gyakorlatilag próba munka volt. És akkor most megmutatnám azt, ami végül is most készült a Kék szakállú herceghez. Tehát itt már látjuk, hogy ki is a Katrinec Erika ruhája. Ez így néz ki, és ő az estnek a szimbóluma, illetve a halott feleségek közül a harmadik. És hát ezt folyamatosan 4 vagy 5 rétegben festettük, és amikor kész lett és meg lett szabva, akkor még egy újabb réteget rávittünk. Tehát például ezek a legutolsó aranyozások, ez ugye a szabás után készültek, és akkor ezt nagyon szépen vékonyan lehet az aranyszín, azt hiszem, hogy az emeli legeslegjobban ki ezeket a motivumokat. Egy picit a textúrája is más az aranynak, mint a többinek. Kicsit kellemesebb velük dolgozni. És akkor ilyen pici javításokat az utolsó másodpercig is lehet. Sőt, amikor majd meglátom, hogy milyen fény fog rájuk esni, akkor nyilván fogok még egy pici réteget. Nagyon-nagyon vékonyan, tehát ez teljesen oldott ez az arany. Sehol nincsen a teljes felületén
Ez egy nagyon erős aranyszín lenne, hogyha úgy menne rá, és nem illik a ruhához, én azt gondolom. Inkább ilyen kiemelés. Szinten is a rögzítés pedig vasalással történik. A legnehezebb egyébként az első réteg, az egy vak réteg, egy alapozó festék, ez a sejmen teljesen áttetsző. És még egy dolog nagyon nehéz, itt van ennek a példája, hogy az aranyat leszámítva mindegyik kevert szín, és hogy ugyanazokat a színeket is ugyanolyan mennyiségben keverjem ki, tehát ne legyen eltérés. Azért vannak ezek a pöttyök, hogy a lilák meg a narancsok ugyanolyanok legyenek. És hát ezt így a mennyiségeket már igyekeztem, és Tordai Hajnalnak az útmutatása alapján egy picit az előzőhöz képest az árnyékokat másképp raktam fel, illetve az orosz balett egyes munkáit néztem, hogy hogyan, és mint voltak ezek az eredeti természetes sejmek megfestve, eleve a saját fénye miatt nagyon könnyű dolgom van, tehát szinte így adja magát, és picit az akvarell technikával lehet játszani, hiszen az elfutások, az elmosódások, ezért is fontos ez az alsó réteg. Ez nagyon érdekes, hogy pont az estet csak hajnalban vagy napközben természetes fénynél lehetett, nem látom az első réteget, azt úgy festem. Miért jött el hozzám, Judit? Ez a kékszakálnak a kaftánja, ami a ruhájának a második rétege tulajdonképpen. Bánfi keletiesnek tervezte, ezért úgy gondoltuk, hogyha egy kabiriai népviseletet használunk fel alapnak, és ezt formázzuk a szereplőnek a kedvére, akkor pontosan tudjuk azokat a vonalakat és azokat az elképzeléseket követni, ami Bánfi Miklós sajátja, mert mégis materiálisan is meg kellett formálni. Ez a következő, ez egy bugyos nadrág, amely egy csizmába, egy feltűrt orrú csizmába, ami szintén a cipész műhelybe készül, és ez rábudjan a csizma szárára, és ugyancsak ezt a keleties vonalat, amelyet Bánfi nem csak a kékszakállú hercegváránál, hanem például a Nagy Úr című darabjánál is használt. Ez a ruha most már egy múzeumi darab, és a Bánfi Miklós vándor kiállítás darabja. Teljes mértékben a Bánfi Miklós tervének a rekonstrukciója, ugyanis Bánfi Miklós tervei közül egyetlen egy jelmez sem maradt fenn az operaházban sem, azokban a színházakban sem, például a Kolozsvári Magyar Színházban sem, amelyeknek tervezett. Ez egy három rétegből álló ruha, amiből az első egy fehér, ez egy fehér sejemmuszlin anyagból készült, ez a második egy négy rétegű festésű, szecessziós vonalvezetésű, az akkori év, az 1917-es évnek a divatvonalát tökéletesen követő sejem, amelyet sejem festékkel festettem meg, és ezek az záródások biztosítják a kapcsolódását, illetve díszítik is a ruhát. A külső rétegében, tehát az alsó rétegből még kivillan ez a hosszú keleties hangulatú karzáródás, ezen kívül meg látható egy kaftánszerű képződmény, amelyben Bánfi a lila és a sárga ellentétére építve hozott létre egy amúgy a
színésznőn is nagyon-nagyon csinosan mutató ruhát, és egy aranyos bojtal, sejemrojtal fejeződött be, ami szintén a kor divatjába, tehát megjelentek a korabeli felöltőkön. Ugyancsak nagyon-nagyon fontos, és egyrészt az orosz balett hatását, másrészt a szecessziós vonalvezetést tükrözik ezek a cakkos zárodások, amelyet a galléron, a nem hagyományos vonalvezetésen és az alsó cakkozáson is megjelenik. Nagyon-nagyon ravasz és csinosító vonal, ugyanis többszörösen görbék ezek a vonalak ahhoz, hogy egyrészt egy gyönyörű női alakot kövessen, másrészt meg a lila a sötétével nagyon karcsúsítsa a derékvonalat. Szerintem eddig eljutottunk, és akkor lássuk, hogy fekszik erre a lila, míg ezek a varrások következnek. Ez a patent, ez mi? Ez azért van, hogy megálljon ez a lila pontosan, hogy ne csusszon el. És ezt nagyon könnyen le is tudod majd vetni. Hú, de szép lett ez. Azért ez maradhat így? Igen, igen, de nem fog úgy megállni teljesen. De nem is rossz ötlet. Igen, és akkor ezt így megpatentoljuk. És akkor kijön itt a két szín közti feszültség. Az elméleti része nagyon régóta valóban foglalkozom, publikáltam több folyóiratban is erről, ugyanis itt egy nagyon érdekes probléma felvetődött, hogy nem ugyanaz az előadásban szereplő ruha, amely Hazelbeck Olga szereplésével megvalósult, mint az a csodálatos finom szecessziós jelmez, amelyet Bánffy megtervezett. És valójában az én kutatásaim erre irányultak, és azt állapítottam meg, hogy Bánffy a legmodernebb európai irányzatokat tette magáévá, mindezzel megismerkedett, és mindez megtermékenyítően hatott a művészetére, viszont azt gondolom, hogy a műhelyek még nem nőttek fel, tehát ők meg voltak szokva egy historizáló stílusú megvalósításhoz, és ez látszott a jelmezen. És ezért pluszba is, tehát azon kívül, hogy megsemmisültek a jelmezek, ezért nagyon-nagyon érdekelt, hogy mi lenne, hogyha ez a jelmez a Bánffy által megálmodott formában jönne létre? Az, hogy itt egy előadás születik, és az, hogy a díszletek, és az, hogy maga az egész koncepció az ő szellemiségének a szembe a felidézésével valósul meg, ez egy óriási dolog. Arról álmodni sem mertem, hogy Szinetár Miklós fogja rendezni. Azt sejtettem mindenképpen, hogy Selmeci György benne lesz a dologban, hiszen ő Bánffynak egy nagyon régi rajongója, és nagyon sokszor, amikor az ügy úgy egy kicsit elült, akkor ő mindig támogatott, és mindig nagyon pozitívan állt ehhez a kérdéskörhöz. Szinetár Miklósról meg tudjuk, hogy ő elkészítette ezt a Nagy Úr című filmet, amely azt gondolom, hogy a legszélesebb rétegekhez juttatta el ez által Bánffy pályáját. Tehát azt gondolom, hogy két olyan ember van már ezzel benne a munkában, ami egy óriási garancia arra, hogy Bánffy szellemisége valóban megfelelő módon kerül előtérbe.
Kedves nézőink, itt ül velem a stúdióban az a két ember, akiknek a neve nem olvasható a ma esti kékszakállú bemutató reklámanyagain, a rendező, a karmester és az előadó művészek neve mellett, de akik nélkül a 96 éves ősbemutató rekonstrukciója nem jött volna létre. Szeretettel köszöntöm itt magam mellett Szebeni Zsuzsa, színház történészt, jelmeztervezőt ezúttal, és Lőrinc Gyula, képzőművészt, díszlettervezőt. Szervusztok! Nem kell annyira meghatódni, tudom, hogy alig néhány óra választ el a bemutatótól, és ilyenkor mindenki nagy izgalommal várja, hogy milyen hatással lesz ez a nézőkre, akik először pillantják meg a munkátokat. Mégis próbáljunk arra koncentrálni, hogy hogyan indult el ez a terv. Ugye téged, Zsuzsa, sokat hallottunk az előző bejátszásban, Gyulát egy kicsit kevesebbet, igazából csak néhány pillanat erejéig figyelhettük meg, amint fotózza a gyönyörű szép lányokat, a kékszakállú hercegnek a feleségeit a sétatéren. Nos, hogyan kezdődött el a ti együttműködésetek, és mi volt az alapja? Minden munka úgy kezdődik, hogy valaki felkér. Tehát felkért az opera, hogy jön a színetár mester, és ő lenne a rendezője a darabnak, és leszek-e a díszlettervező. Elvállaltam, nem tudtam, mibe vágok bele az elején. Soha nem csináltam ilyen, tehát általában a saját ötletemet dolgozom fel egy díszletnél, vagy a rendező ötletét, de én inkább úgy szoktam csinálni, hogy megpróbálok ötletet adni a díszletemmel a rendezőnek, és akkor könnyebb dolgom van. És miközben erről mesélsz, hogy hogyan barátkoztál meg ugye Bánfi Miklósnak a tervével, megmutatom a nézőknek, ez egy Bartók a színpadon című kiadvány, amelyben az egyik oldalon látható ugye a kékszakállú herceg várának az eredeti plakátja, tehát az 1918-as plakát, és rögtön mellette Bánfi Miklósnak a díszletterve. És gyakorlatilag ebből a nagyon kis képből kellett neked újra alkotnod azt, amit Bánfi Miklós színpadra képzelt. Igen, ez a bélyeg nagyságú képből kellett kitaláljam, hogy mi is lehetett. Végül is azt hiszem, ez egy metszet a díszletéről, nem is egy kép, hanem egy metszet. Ki kellett találjam a járásokat, ki kellett találjam, hogy melyik, vajon nyílnak-e a kapuk, nem nyílnak. Tehát ez az, amit ma úgy gyakorlatilag a színpad központjában fogunk látni. Igen, egy lépcsőkkel 2 méterig emelkedünk fel, 7 ajtóval. Mennyire volt nehéz újra gondolni? Mennyire nehéz újra gondolni valamit, hát amit valaki más már megalkotott? Adott dolog volt, tehát nagy gondolkodásra nem. Utána a technikai részét meg kellett oldani, hogy járható legyen, meg bevilágítható legyen. A szabályok, azt hiszem, azt éreztem én Bánfinál, hogy a monumentális nagy falakat használ és kis butorokat. Tehát úgy érzem, hogy ezt próbáltam követni, ezért 8 méteresek a falaim. Hűha! És akkor itt már is mutatom a következő képet, ahol Juditnak a kosztümjét láthatjuk. Ez szintén egy eredeti Bánfi Miklós rajz, és körülbelül ekkora méretből kellett neked újra gondolni, Zsuzsa, azt, hogy hogyan is nézen ki a Judit jelmeze. Ezt bemutattuk az előző riportunkban, viszont nem sokat meséltél arról, hogy ettől az icinke-picinke rajztól hogyan jutottál el az igazi jelmezig. Szerencsére nekem egy kicsit könnyebb dolgom volt, mint Gyulának, mert ez eredetiben egy A4-es, csak a könyve így van betéve, de Gyulának valóban ez a metszettel jóformán
csak ilyen formában létezik. Ráadásul én 40-42 más jelmezrajzot is ismerek Bánfitól, tehát egy picit lehetett ebből is használni, illetve van még egy nagyon kis vázlat, amit nekem sikerült kikotornom a Rádai gyűjtemény mélyéről, ezt most kiállítottuk az opera folyosóján, hogy látható legyen, de az is csak egy vázlatkezdemény, ráadásul, hogy jobban összezavarjuk Gyulát, azon a díszletkép nem is, akkor még féloldalas, tehát látszik, hogy a végső díszlet ehhez a vázlathoz képest később keletkezett. Én azt a gondolkozást próbáltam, illetve ezt az általam említett divatvonalat, tehát nagyon-nagyon megdöbbentő volt számomra, amikor megnéztem az évi divatlapot, és azt figyeltem meg, hogy valóban az ruhahosszak, a rétegek, az anyagokat figyelembe vette, és még hát az is segítség, hogy alapvetően én Bánfival foglalkozom, tehát volt például egy olyan levél, amit a felesége Váradi Aranka Nemzeti Színház színésznője írt, hogy tervezze meg a ruhámat, mert maga csinálja a legszebbet. Na most nyilván ő figyelt a női divatra is, és arra is, hogy a hölgyeknek a színpadon mi áll jól, tehát egy kicsit így szélesebben tudtam meríteni, és egy picit el kellett engednem a fantáziámat, ugyanis a három lánynak a jelmezéről semmit nem tudtam, úgyhogy Szinetár Miklós rendező úrral egyeztetve, és ő adott egy segítséget a színvilágban, illetve az elképzelésben, illetve magában a szövegben találtunk erre támpontokat. És akkor így a kettő közötti kompromisszumot próbáltuk megvalósítani. Annak ellenére, hogy ugye ez nem volt egy sikerelőadás annak idején, amikor bemutatták, aztán az évek során kiírta magamnak, hogy 1918 és 2011 között összesen 5121-szer szólalt meg a Kékszakállú Hercegvára az Operaház színpadán, és mindig másképpen, mindig próbáltak újítani, mindig próbáltak új jelentéseket belevinni, nem beszélve a díszletről, a jelmezekről, és gondolom, hogy azért mindegyik művészben benne van az, hogy rendben van, hogy most Bánfi Miklóst rekonstruáljuk, de valami személyeset hadd vigyek bele, egy icipicit, valamit, bármit eláruljátok? Volt-e ilyen késztetés? Vittünk bele mi is egy vetítést, ami szerintem Bánfi is így csinálta volna, ha lett volna vetítőgép abba az időbe, tehát gondolom, hogy tetszene neki is, amit belevittünk. A többit szerintem az előadáson látják majd a nézők. Zsuzsam, amikor festegetted a kacskaringókat a selymekre, akkor mire gondoltál, hogy ez most, ez a dísz, ez a saját díszed, vagy a Bánfi dísze? Hát, volt be, őszintén. Közös dísznek gondolom, tényleg próbáltam abszolút alkalmazkodni és valahogy elnyomni a saját egómat, mert óriási megtiszteltetés számomra, hogy Bánfi Miklós nyomdokain haladhatunk. De persze azért a színvilágban, tehát hogy az egésznek a kivitelezésében kénytelen voltam saját forrásokhoz is nyúlni. Milyen volt, amikor találkozott a díszlet a jelmezzel, hiszen nagyon sokáig ezek külön szálon futnak, mindenki épít, var, fest, a színészek azok meg a próbaszobában próbálják a dalokat, és akkor egy adott pillanatban így minden elkezd összeállni, összeforni. Milyen volt ez az első nagy találkozás? Én úgy érzem, hogy első látásra kielégítették egymást, tehát segítették egymást, tehát rögtön megjelent az a gyönyörű színvilág, amit Zsuzsa hozott, egy visszafogottabb, szárazabb díszletelemek között. Nekem nagy élmény volt, hogy végülis tulajdonképpen én végigben lehettem a próbán, tehát követtem, tehát nekem egyszerű dolgom volt, mert én követtem, hogy Gyuláék mit csinálnak, hogyan építenek, nagyon, nagyon jó volt az, hogy például akkor, amikor lefújtátok a festéket, akkor is szóltatok, tehát hogy nekem egyszerűbb dolgom volt, tehát én figyelembe tudtam venni, hogy mi zajlik, milyen motivumok jelennek meg, ezeket így próbáltam beilleszteni, hogy kisebb klappolások is legyenek, tehát nem csak a nagy
nagy általános látvány, hanem tényleg a legkisebb elemet is, mert hogy végülis rekonstrukcióról van szó. És hát azt hiszem, hogy ez egy személy szerencse volt, hogy mi régebb óta ismerjük egymást, tehát én nem gondolom, hogy bármifajta problémát jelentett az együttműködés. Nem, sőt. Általában ilyenkor, amikor rekonstrukcióról van szó, ugye, és senki nem vitatja el Gróf Bánffy Miklósnak az érdemeit, ami a jelmeztervezést vagy a díszlettervezést illeti, azért a hozzáértő művész, aki mai szemmel, más szemmel nézi azokat a terveket, az esetleg talál kivetni valót benne. Másként csinálnátok-e, hogyha rátok volna bízva? Tehát most tekintsetek el attól, hogy rekonstruáltátok ugye a Bánffy Miklós terveket, és gondoljatok arra, hogy önálló autonóm művészek vagytok. Mi az, amit megtartanátok a Bánffy Miklós terveiből, és mi az, amit másképpen csinálnátok, úgy díszlet, mint jelmez szempontjából? Nekem szerencsém volt, mert én már készítettem kékszakálú díszletet Cselmecivel, nem tudom, 6-7 évvel ezelőtt. Teljesen más koncepció volt, más, egy modernebb felfogásba próbáltuk előadni, nem is emlegettük szerintem Bánffyt abba az időben. Tehát a és most, Bartók amikor újra kellett? Zeneisége kellett érvényesüljön szerintem. Igen, tehát akkor az ihletett meg téged. És most, amikor újra kellett alkotni a Bartók, a Bánffy díszletét, ugye a Bartók kék szakállujára, volt egy pillanatig is benned az, hogy hát azért meg kell kritizáljam a művész urat, és itt gondolok Bánffyra, mert ez itt, ezt én itt másképp csinálnám. Szerintem nem kell, mert annyira egyszerűen, annyira monumentális, ugyanakkor nyomasztó is, tehát kifejezi azt, amit amit a darab elvár, hogy egy nyomasztó térben, aki bemegy, az nem jön ki onnan, tehát ezt nagyon kifejezte az ő díszletében, tehát rendben. Szóval akkor megkapja az okét részegről. Persze, tökéletesen. Zsuzsa? Hát sőt, inkább elmerültem a részletekbe, és az volt a szerencsém, hogy amikor még csak a múzeumi darab készült, akkor Tordai Hajnal eljött a díszlet és jelmeztervező hallgatókkal. És ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, sokat tanultam belőle, mert nyilván azért ott mindenki elmondta a koncepcióját, és érdekes, hogy a Hajniék is próbáltak úgymond belekötni, természetesen nem rossz indulattal, hanem, és azt állapították meg, hogy nagyon sokat kihozott a női alakból, kihozott, amit hozzáadhat ehhez a darabhoz. Természetesen, hogyha teljesen szabadon, akkor biztosan másképp nyúlnék ehhez, nem ennyire veretesen és más felfogásban. Ugye Gyula említette, hogy nem először futott neki a kékszakállú herceg díszletének. Ugyanakkor a rendező, akivel együttműködtetek, Szinetár Miklós is többször megrendezte, sőt filmre is vitte a kékszakállú hercegvárát. Milyen volt az együttműködés a rendezővel? Mi volt az, amit ő elvárt tőletek? Mennyire volt ugye a Bánffy szellem, hiszen éppen ezt akarjátok felidézni a Bánffy napok alkalmával, mennyire volt közös, tehát ugyanaz a Bánffy szellem éltetette titeket, vagy mindenki más Bánffyt próbált megidézni? Ez a vetítés az ő ötlete volt, hogy azért csak valami ma is tegyünk bele, tehát ne hagyjuk úgy szárazon. Talán a Bánffy díszletkor is volt világfényeket vetített be a kapukon, tehát ezt is próbáltuk utánozni, nem tudom. Plusz a vetítésbe ott kiegyeztünk elég hamar a általa ajánlott koncepció, meg az én koncepciómat valahogy összehoztuk, és ilyen festményszerű tájképek lettek belőle, meg Erdélyről persze, tehát Bánffy kastély, a
könnyek tavához egy fél absztrakt festmény. Mi van még benne? Hát én szerintem ne áruljunk el ennél többet, mert gyakorlatilag ez a beszélgetés ugye kedv csináló a ma esti bemutatóhoz. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide az Edély Figyelő stúdiójába.